A szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az őszi szél, de a szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él. Sziasztok, kovisok! Sziasztok! Milyen nap van ma? Boldogulás! És izgultok? Nem! Oké, izgultok! Sziasztok! Kedves ballagó gyerekek! Nagy szeretettel gyűltünk ma össze a tiszteletetekre ezen a szép májusi napon. Istennek hála, a járvány után most méltóképpen elbúcsúzhatunk tőletek, hiszen minden óvodás életében eljön az az idő, mikor bezárulnak az óvoda kapui. A játékokkal teli csoportszobát felváltja a tanterem, a gondoskodó dadusok és óvónénik helyett kedves tanítónénik egyengetik majd útjaitokat. Betűk és számok varázslatos világa, izgalmas új kalandok várnak majd rátok. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet, kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett. Itt aggadás, irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolában van-e medence, szünetben szabad-e felmászni a fára, és van-e gesztenyefa beállni a lája. Pici voltam, nagyra nőttem, okosodtam is talán, megértem a tanulásra, most már vár az iskolám. Kinőttem a kis székemet, egy kisebbnek átadom, szekrénykémet más használja, és nem játszom az udvaron. Köszönöm, hogy őrizted délutáni álmom, becézgető szavakért a jó Isten áldjon. Köszönöm, hogy tanítottál minden szépre jóra, nem most eljött a régen vált fájó búcsúra. Thank you.
a sok óvodás emléke. Azokat sem, akik velünk foglalkoztak, és értünk annyi fáradtságos áldozatot hoztak. Édes óvó néni, ha kivész az életbe, én sok boldog éve. Szeress te is úgy bennünket, mint ahogyan mi téged. Mint a saját gyermekünket, úgy neveltünk titeket. Szívünk minden vegzugában, ott csücsült a szeretet. Gondoskodó kezeinkre, segítettünk titeket, tanítottunk ezer dolgokat, s őriztünk minden kincseket.